Jó estét kívánok! Három politikus vendégünk van ma itt a Nap hírében, mert hogy itt van Orosz Anna, Újbuda alpolgármestere. Jó estét kívánok! Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője, és Molnár Csaba, a DK Európai Parlamenti képviselője. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és szerintem vágjunk is bele, gyorsan politikai témával kezdünk, ahogy a hírekben is hallhatták. Szanyi Tibor kilépett az MSZP-ből, az indoklása pedig úgy hangzott, idézem, a magyar baloldalon szervezeti űr van, s ennek belakásával kíván foglalkozni. Nézzük. Nem vagyunk egyedül, Gyula! Ezt kiáltotta az ég felé mutatva Szanyi Tibor a 2014-es európai parlamenti választások eredményhirdetése után, utalva ezzel Horn Gyula 2006-os kijelentésére, miszerint az MSZP-nek nincsenek szövetségesei. De nem ez volt Szanyi Tibor egyetlen heves beszéde. Még 2014-ben a Golymotoros Egyesület 12 tagját utaztatta ki az Európai Parlament pénzén Brüsszelbe, mert elveszített egy velük kötött fogadást. A témával foglalkozó sajtó tevékenységét pedig patkány újságírásnak nevezte. Ezt követően Szanyi Tibor lemondott a DK és az MSZP közös brüsszeli csoportjának vezetéséről. A politikus többször bírálta az MSZP vezetését és a párt döntéseit is. Legutóbb a 2019-es uniós választások után, amikor is a gyakorlatilag biztos befutónak számító második helyről sem jutott ki az Európai Parlamentbe. Azt mondta, leszoktatták a választóikat a hozzájuk való kötődésről. Ezután etikai és fegyelmi eljárások indultak ellene, aminek az lett az eredménye, hogy leváltották az MSZP alelnöki posztról. Az MSZP néhány szavas közleményben reagált az egykori alelnök hirtelen távozására. Azt írták, tudomásul vették Szanyi Tibor döntését. Szóval hát elég színes életút van Szanyi Tibor mögött már, ami a politikai pályafutását illeti, de hagy utaljak vissza arra, amit egyébként kiírta a Twitter oldalára is. Azt mondta, hogy a magyar baloldalon szervezeti űr van, s ennek belakásával kíván foglalkozni, és utána egy interjúban úgy fogalmazott, hogy őrületes baloldali vákum keletkezett Magyarországon, és jelenleg nincs egyetlen valódi baloldali tömörülés sem, tehát ezzel indokolta, vagy ezzel is indokolta a kilépését. Mondjuk a DK az nem baloldali párt? Szerintem válasszuk ketté ezt a dolgot. Az, hogy Szanyi Tibor kilépett az MSZP-ből, az MSZP-nek és Szanyi Tibornak az ügye, nyilván nekünk a MSZP-vel szövetséges pártnak, valamennyien ugye az önkormányzati választáson az MSZP-vel szövetséges párt voltunk, nekünk ilyenkor nem lehet erről véleményünk, erről nem beszélhetünk, hiszen ez a szövetségesi tisztesség nem engedné. Meg azt mondjuk, hogy sok boldogságot is. Hát az a pártja tudomásul veszi, mi pedig jó munkát kívánunk neki, akár a politikában, akár a politikán kívül. Ez a Szanyi Tibort érintő rész. A másik, amit mond, hogy ilyen típusú vákum lenne a magyar belpolitikában, az pedig a baloldalról való gondolkodásnak a különbségét jelenti. Az a fajta baloldal, amit Szanyi Tibor szeretne, abban lehet, hogy vákum van Magyarországon, de baloldali vákum nincsen. A DK az a megalakulása óta egy balközép európai értékrendet valló párt, az európai baloldali párt családtagja vagyunk, az Európai Parlament baloldali frakciójában ülünk, az egész önképünk és a programunk az egy igazi baloldali program. Az más kérdés, hogy Szanyi Tibor más gondol a baloldaliságról. Akkor többféle baloldaliság van ezek szerint? Ő a nagyon hagyományos, régi értelmevet szociáldemokrata baloldal tartja a jó baloldalnak, mi pedig inkább a 21. századi progresszív baloldal tartjuk a jó iránynak, környezetvédelemmel, klímavédelemmel, a szegénység elleni küzdelemmel, egyenlősítő programokkal. Ez más típusú baloldaliság, de hogy a DK ne lenne baloldali párt, egy nagyon határozott balközép gyökerű párt, azt talán mondjuk még Szanyi Tibor se gondolja. Mondjuk ez a kérdés a Momentumra is vonatkozik, szóval Momentum nem baloldali párt, és akkor ezzel az űr, hogy van most baloldali űr, vagy nincs baloldali űr, ez mennyire releváns jelenleg a magyar belpolitikában? Hát az biztos, hogy a Momentum programjában és a Momentum politikusai között is nagyon sok olyan ember van, aki vagy nagyon sok olyan programelemünk van, és nagyon sok olyan politikusunk is van, akik baloldali elemeket, baloldali víziót is magukénak tudnak. Elég megnézni a programunkat, amiben számos olyan szociális támogatási rendszer van részletesen kifejtve, ami abszolút baloldalinak nevezhető. Elég megnézni az oktatáspolitikai programunkat, aminek nagyon fajsúlyos része az esélyegyenlőség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok
szociálisan érzékeny ember talál otthonára a Momentumban is. Az, hogy Szanyi Tibor most kilépett az MSZP-ből, azt én is hát az MSZP-nek a belügyének tartom, amit nekem nem feltétlen tisztem, sem mint Momentumos politikusnak, sem mint Újbuda alpolgármesterének nagyon kommentálnom, de mondjuk szerintem ez a szétválás azért nem most történt meg, hanem az elmúlt hónapokban gyakorlatilag ez már valójában megtörtént, ez most már inkább csak egy formális történet. Hát nekem a Szanyi Tibornak a kilépése igazából csak azért lehet a naphíre, mert azt hittem, hogy már egy kilépett. Most megtudtam, hogy akkor most lépett ki. Az meg, hogy ki baloldali, meg ki jobboldali. Mi politikusok azért nyilván hajlamosak vagyunk beleragadni az ideológiai különbözőségek elemzésébe. De szerintem a választók ezen már túlléptek. Tehát én az önkormányzati választások előtt jártam az országot, nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, egyébként DK-s meg MSZP szavazók is jöttek a Jobbik utcafórumára, és senki nem kérdezte meg, hogy akkor most Jakab úr minek tartja magát jobboldalinak vagy baloldalinak. A mindennapokat meghatározó problémákra várnak az emberek megoldásokat. Tehát nem az érdekli, hogy ki milyen ideológiai világképben gondolkodik, hanem az érdekli az embereket, hogy meg tudjuk-e oldani a mindennapok gondjait, tudjuk emelni a béreket, a nyugdíjakat, hozzáfér a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, vagy éppen oktatáshoz. Tehát a Jobbik a jövőben nem elsősorban ideológiák mentén akarja majd meghatározni a politikai életet, hanem ügyek mentén az embereknek, az egyéneknek a szabadságát és az egyéneknek a gyarapodását kell elősegíteni. Akkor nincs is ennek ma már jelentős, hogy akkor most baloldaliság, jobboldaliság, mert ahogy így kivettem a véleményekből, abban megegyeztek az eddigi vélemények, hogy nem nagyon szeretnétek kommentálni azt, hogy most kilépett, mert ez az ő döntése, és ugye ő azt is mondta, hogy egyébként gondolkozik esetleges, vagy nem zárkózik el a esetleges pártalapítás elől, tehát lehet, hogy azért mégis van egyfajta más típusú baloldaliság, vagy szükség lehet, miközben meg azt is mondjátok, hogy ennek nincs ma már olyan nagy jelentősége. Szerintem azért a Fidesz Magyarországán van jelentősége annak, hogy a baloldali érzelmek, a baloldali gondolatok kapjanak helyt, hiszen azt tudjuk, hogy a Fidesz politikája nagyon durván a felső 1-2-3 jövedelmi réteget érinti és kedvezményezi, miközben az alsó, a szegényebb rétegeknek meg gyakorlatilag semmit nem javult az élethelyzete az elmúlt 10 évben, és vagy a gazdasági helyzete az elmúlt 10 évben. Ezen felül meg szerintem sokat beszélünk erről, hogy van egy olyan változás a politikában, hogy eltolódnak ezek a törésvonalak, és sokkal inkább beszélhetünk például arról, hogy egy párt, egy nyitott Európa párti a globalizációt ugyan kritizáló, de annak jelenségét elfogadó gondolatokat tud magáénak, vagy egy olyan elzárkózó populista politikát követ, amilyet a Fidesz is itt űz gyakorlatilag 10 éve. Szerintem nem meghaladott ez a különbség. Abban igaza van a Jobbikos képviselőtársamnak, egyszerű hétköznapi életet nem biztos, hogy meghatározzák ezek a dolgok, ezért a politikai alapállásunkat ez meghatározza. Szerintem ez nem ideológiai kérdés, alapvetően képviseleti kérdés. Ma a felmérések szerint kb. 2,5 millió olyan ember van Magyarországon, aki a saját élet problémájára kifejezetten baloldali válaszokat vár. Saját magát baloldali emberként definiálja, szociáldemokrataként vagy progresszív baloldaliként. Ez a 2,5 millió ember képviseletet szeretne. Ennélkül a 2,5 millió ember nélkül nincsen kormányváltás. Ez a 2,5 millió ember egyébként le tudná győzni liberálosokkal, mérsékelt jobboldaliakkal együtt a mostani Orbáni rendszert probléma nélkül. Tehát szerintem nem az a gond, hogyha bal és jobboldali megosztottság van Magyarországon, mert minden demokráciában így van, Magyarország már rég nem demokrácia, de az európai demokráciákban így van, hanem hogy ezen képesek voltunk, vagy vagyunk-e túllépni, hogy az önkormányzati választáson ezen túl tudtunk lépni, hogy közösen tudtunk jelölteket, polgármester jelölteket, egyéni önkormányzati jelölteket indítani, Jobbik, Momentum, DK, Szocialista Párt, és még folytathatnám. Az azt mutatja, hogy a mai magyar belpolitikában nem ez a legfontosabb törésvonal, hanem az, hogy van egy autoriter, diktatúrába hajló Orbáni rendszer, és az ezt leváltani akaró erők. De ez nem jelenti azt, hogy ugyanazt gondoljuk nyugdíjról, bérről, szociálpolitikáról, egészségügyről vagy oktatásról. Azon majd sokat fogunk vitatkozni akkor, amikor az Orbán kormány legyőzése után koalícióban fogunk kormányozni, majd meg fogunk állapodni. Mondjuk arról beszélgettünk itt a múlt adásban is, hogy például ez ugye Gyurcsány Ferencnek a javaslata, ami szerint egy közös miniszterelnök jelölt kell, illetve egy közös lista kell. Itt például már önmagában van egy mondjuk egy törésvonal, akár a DK, illetve a Jobbik között. Tehát ez itt már nem csak technikai kérdés.
Az önkormányzati választások azért nagyon sok mindent meghatároztak. Meghatároznák azt, hogy a választókerületek szintjén nincs mese, nem is képezheti vita tárgyát, hogy egy-egy elleni küzdelmet kell kialakítani. A Fidesz-el szemben egy összeellenzéki jelöltnek kell felállnia, mind a 106 választókörzetben. A lista kérdése az nyilván már egy szenzitívebb kérdés. És nem is tartom szerencsésnek egyébként azt, amikor vezető ellenzéki politikusok a Facebookon keresztül üzenik meg, hogy ők mit gondolnak erről, ahelyett, hogy mondjuk a tárgyalóasztalnál beszélgetnénk erről a kérdésről. Én azt mondom, hogy úgy kell eljutni 2022-höz, figyelemmel az önkormányzati választás tanúságaira, hogy közben azért ne jussunk vissza 2010-hez. Mert azért a 2010 előtti világra olyannyira nemet akartak mondani annak idején a magyar emberek, hogy képesek voltak kétharmadot adni a Fidesznek, és szerintem ilyen még egyszer Magyarországon nem fordulhat elő. Tehát azok a politikusok, akik a 2010 előtti világnak voltak az emblematikus figurái, én tőlük azért némi önmérsékletet várok ebben a kérdésben, és persze az, hogy a tárgyalóasztalnál meg alkossuk meg azt a konstrukciót, ami elvezet a rendszerváltáshoz. Itt most azért finom célzás volt Gyurcsány Ferenc, ugye róla beszélünk, ugye az ő javaslata volt ez, és itt vetődött fel egyáltalán ez az egész közös lista, nem közös lista kérdés. Szerintem ez alapvetően a választópolgároknak kell eldönteniük azt, hogy a közös listát? Nem azt, hogy melyik párt és melyik politikusa van. Jelenleg 7-800 ezer választó, akik nélkül nincsen kormányváltás, ők a DK-t választják nyilván a DK elnökével együtt. Jelenlegi felmérések szerint ugye az ellenzéki pártok közül a legtöbb támogatói a DK-nak van. Nyilván ezek a választók úgy gondolják, hogy a DK-ra és annak vezetőire is szükség van a kormányváltáskor. Enélkül a 7-800 ezer ember nélkül nincsen kormányváltás. Szerintem nem lehet a választók helyett eldönteni azt, hogy kiknek kell részt vennie az ellenzéki együttműségen, kiknek pedig nem. A másik részre pedig szerintem egyszerűbb a helyzet, mint ahogy ezt, ahogy ezt képviselőtársam mondja. Világosan látszódott a két megoldási lehetőség a tavalyi és a tavaly előtti évben. Parlamenti választáson külön listákon indultunk, kétharmada lett a Fidesznek, az önkormányzati választáson együtt indultunk, és hatalmas győzelmeket arattunk az ország jelentős részén. Vagyis az, hogy az Orbán kormány leváltásának nincs más útja, csak az összefogás, ez azt hiszem most már nem vitatható, hiszen mind a kettőt kipróbáltuk, az egyik nagyon nem működött, másiknak pedig nagyon jó eredményei lettek. Szóval egy dolgot muszáj elmondani, mert ha ezt nem mondjuk el, akkor tévedésben tartjuk a tévénézőket és a választópolgárokat. 2014 előtt a Fidesz úgy módosította a választójogi törvényt, hogy azt, hogy a parlamenti választáson közös egyéni jelölteket állítunk, de külön listán indulunk, ezt megtiltotta az új választójogi törvény. Ilyen nem létezik. Az új választójogi törvény szerint, ha közösek az egyéni jelöltek, akkor közösnek kell lenni a listának, ha külön vannak az egyéni jelöltek, akkor külön listákat kell állítani. És az a vegyes rendszer, ami 2014 előtt volt, az most már nem létezik. Visszasírhatjuk ezt, szerintem is jobb volt, mint a mostani, de nem tudunk mit tenni. Vagyis, hogyha azt mondjuk, hogy közös egyéni jelöltek kellenek, akkor abból sajnos jogilag az következik az új törvény szerint, nem annyira új, mert 14-ben már e szerint csináltuk a parlamenti választást, hogy közös lista is van. Ez egy olyan kényszerhelyzet, amihez muszáj igazodni az ellenzéki szavazóknak, és nem csinálhatjuk azt, hogy föltesszük a kezünket. De most föltesszük a kezünket, és lépnünk kell tovább, mert hogy a Fideszről fogunk beszélgetni, ez a következő témánk, mert hogy nem is akárki, Lázár János adott egy interjút, és kritizálta a Fideszt, azt mondta, hogy elveszítette a kapcsolatot a valósággal. Nézzük. Változásokat sürget a Fideszben Lázár János. A politikus a promenad.hu-nak beszélt arról, hogy szerinte október 13-án a választók megvonták bizalmukat a Fidesztől. Hozzátette, az ő választókerületében is csökkent a Fideszre szavazók száma, miközben a nem rájuk voksolók is stagnált, amiből az következik, hogy a Fidesz elveszítette bizonyos választói csoportok bizalmát. A volt miniszter, jelenlegi országgyűlési képviselő azt is mondta, hogy Orbán Viktornak nincs szüksége az ő tanácsaira, mert neki a legerősebb a valóság érzékelése a Fideszben. Hozzátette, 100%-os biztonsággal állítja, hogy a Fidesz szavazó nyugdíjas polgárokat nem érdeklik a magyar gazdaság kedvező makroadatai. Itt tulajdonképpen ugyanaz, mint amit az előbb itt elhangzott a te részedről, azt mondtad, hogy a nyugdíjas választókat nem biztos, hogy a makrogazdasági adatok, illetve ezek a retorikai fordulatok érdeklik, mint hogyha ez jött volna vissza. Hogy értékelitek Lázár Jánosnak ezt a kritikai megjegyzését? Ugye nem az első, és nem is olyan régen kritizálta a Fidesz szintén, akkor azt mondta, hogy a fiatalokat nem tudja megnyerni a párt. Hát én azt mondom, hogy jó reggelt, Lázár János. Tehát régóta tudjuk, hogy Orbán Viktor elvesztette a kapcsolatot a valósággal. Legutóbb pont Temesváron beszélt.
beszélt arról, hogy nem is olyan a közeli jövőben már Magyarországnak olyan problémákkal kell szembenézni, hogy mit kezd azokkal a munkavállalókkal, akik Nyugat-Európából érkeznek hozzánk dolgozni. Tehát ugye elképzelem azt a belga meg német melóst, akinek úgy felcsillan a szem, amikor meghallja, hogy Magyarországon már nettó 240 ezer forintost is haza lehet vinni havonta, de egyébként a magyarok 80%-a ez alatt keres, vagy éppen meglátja a lehetőségek hazáját abban az országban, ahol a dolgozói szegénység 2010 óta a kétszeresére nőtt. Tehát bőven lenne mit kezdeni a magyar valósággal Orbán Viktornak, ha hajlandó lenne ezzel szembesülni, de nem néz szembe a valósággal, helyette mit csinál, akkor, amikor mi magyarok vagyunk az unió második legszegényebb nemzete, akkor kitalálja, hogy év végén 14 milliárd forintot kell adni a határon túli foci csapatoknak, meg 3 milliárdot kell költeni vadászati kiállításra. Tehát nem a valóság határozza meg a mindennapjaikat, hanem például mondjuk a hobbi. Hogyha a foci a hobbija Orbán Viktornak, akkor arra költünk, ha semmi is voltnak a vadászat a hobbija, akkor arra költünk, a nyugdíjas pedig számogassa a 2,8%-os nyugdíjat. Csak most ez a kritika ugye nem az ellenzék részéről érkezett, hanem Jelzál Jánostól érkezett, aminek azért kicsit másképp kell a jelentőségét nézni szerintem. Szerintem ez egyrészt érdekes egy olyan ember szájából, aki korábban miniszter volt, aki a Fidesz alelnöke volt, és aki tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy a NER leépítse a demokratikus intézményeket Magyarországon. Ő maga nyújtotta be például az Alkotmánybíróság jogköreit csorbító törvényjavaslatot, még 2010-ben. Szóval, hát hogy mondjam, most éppen nincsen olyan magas pozícióban, és akkor már is elkezd úgy nyilatkozni, mint hogyha neki ehhez az egész rendszerhez semmi köze lenne, miközben hát dehogy nem. A másik pedig Péter is gyakorlatilag folyamatosan Orbán Viktorról beszélt. Nagyon érdekes, hogy én az interjúban 17-szer szerepel azt hiszem a Fidesz szó, és az, hogy Orbán Viktor az pedig 2-szer vagy 3-szor. Tehát Lázár János egy kicsit úgy csinál, mint hogyha az a rendszer, amit a Fidesz építene, az valahogy független lenne Orbán Viktor akaratától, miközben hát dehogy is független, hát gyakorlatilag minden területen az történik, amit Orbán Viktor szeretne. Egyébként kritizálta az ellenzéket is Lázár János, azt mondta, hogy az ellenzéki vezetőktől nem látnak mást a választók, mint a Fidesz gyalázását, és nem tudnak egyszerű és világos válaszokat adni, nincs víziójuk az országról. Tehát az ellenzék is megkapta azt, Nagy részt az ellenzék kapta azért, hogyha megnézzük ezt a nyilatkozatot. Én ilyen pontosan nem számoltam meg, hogy melyik szó hányszor szerepel benne. Azért látszik, hogy nagy részt az ellenzéket szidja, és mond egy pár mondat, kritikus mondatot a Fideszről is. Nyilvánvalóan Orbán Viktorral szemben kritikát megfogalmazni az a Fideszben mai napig lehetetlen. Ezt Lázár sem teheti meg, mert azonnal retorzió érni. Fideszt egy icipicit lehet finoman kritizálni az állampártnál akkor, hogyha mellé mondunk egy óriási nagy tirádát az ellenzékkel szemben. De azért mégiscsak jelentős az, hogy Lázár János legalábbis részben megérkezett a való világba, mint hogyha valaki kiszállna az Orbán kormányból, akkor legalább az egyik személynek a feléről leesne a szemellenző. Lázár János lehet, hogy bement egy kórházba, lehet, hogy Lázár János járt egy iskolában, az is lehet, hogy Lázár János találkozott egy nyugdíjassal. Az a probléma, hogy szerintem Lázár akkor is találkozott nyugdíjassal, amikor miniszter volt. Akkor is járt iskolában, amikor miniszter volt, és akkor is járt kórházban, amikor miniszter volt. Hazudnak nekünk, és mintha egy hatalmi Fideszen belüli picike hatalmi játszmát próbálná kivetíteni. Lehetnek Lázár Jánosnak akár ambíciói még, hogy esetleg visszatér az országos politikába? Ennek a jele lehet, vagy tényleg csak néhány mondat, ami mondjuk egy ilyen interjúban előfordulhat? Lehet ennek reális esély? Ezért ő korábban is kritizálta Orbán Viktort, és voltak ilyen jellegű megszólalásai. Szerintem Lázár János továbbra sem a hétköznapi ember valóságával szembesült, nem az egészségügyel, nem a nyugdíjasok élethelyzetével, hanem a választók azon akaratával, hogy az önkormányzati választáson kőkemény pofont adtak ennek a rendszernek. Ugye ma már 4 millió honfitársunknak van ellenzéki polgármestere, tehát lehet itt kritizálni az ellenzéket, hogy nincs jövőkép, hogy ne lenne jövőkép. Hát százával adjuk be a javaslatainkat a parlament elé, tárgyalás nélkül söpri le ezeket a Fidesz az asztalról, és hát akkor persze maradnak olyan eszközök, amilyen eszközeink maradnak a Fidesz-szel szemben. Lázár János pedig szerintem egyébként már az Orbán Viktor utáni időkre készül. Szerintem ő visszavonult a vidéki birtokra. Orbán Viktor utáni időkre készül, jól értettem? Én azt feltételezem, hogy így van. Ő most egy kicsit kivonul ebből, hogy az a mocsok, amit az Orbán rendszer megtestesít, az talán kevésbé piszkolja be az ő ruháját, aztán majd ha egyszer a varázs megszűnik létezni, akkor majd persze kialakul egy hatalmi harc a Fideszen belül is. Meggyőződésem, hogy Lázár János az egyik szereplője. Van ilyen a Fideszen belül ilyen vízió egyáltalán, hogy Orbán Viktor utáni idő?
Szerintem a Fidesz számára nincs Orbán Viktor utáni idő, de aki a Fideszen belül lehet, vagy azt a politikai közösséget lakta be, ő nyilván készül arra, hogy majd egyszer a helyére léphet. Nagyon bízunk benne, hogy azért ennél hosszabb az emlékezet a magyar választóknak, és nem fogja elfejteni, hogy nem fogják elfejteni, hogy Lázár János mit csinált, ahogy a polgármester asszony is mondta, 2010 és 18 között a magyar emberekkel szembeni merénylet sorozat egyik legfontosabb elkövetője Lázár volt. Ezt nem fogjuk neki megbocsátani, csak azért, mert mondott egy félkritikus mondatot a Fideszről. Itt kell, hogy tartsunk egy kis szünetet, de tényleg csak egy pár perc reklám, jön, aztán folytatjuk. Folytatjuk tehát a nap hírét, is egy újabb politikai téma jön, bár nem biztos, hogy politikának kéne lenni, a klímavészhelyzetről van szó, mert hogy Áder János adott egy rádióinterjút, amelyben úgy fogalmazott, hogy önmagában az deklarálni, hogy klímavészhelyzet van, nem több, mint politikai, retorikai fogás. Ezzel folytatjuk. A köztársasági elnök most közmegegyezést és nemzeti minimumot sürget a klímaváltozás kérdésében. Áder János a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy nincs jobboldali és baloldali klímaváltozás. Az államfő ugyanakkor mégis bírálta a fővárosi önkormányzat novemberi lépését. Önmagában deklarálni, hogy klímavészhelyzet van, ez nem több, mint egy politikusi, retorikai próbálkozás, fogás. Áder Jánosnak ezt a kijelentését még a szilveszteri pezsgő utóhatásának szeretnénk betudni. A klímavédelemért felelős főpolgármester helyettes szerint ugyanis komoly munka kezdődött a klímavédelem érdekében. Minden beruházást és minden lépést, ami a fővárosban fog zajlani, azt klímavédelmi szempontokból fogjuk vizsgálni, és ha kell, ahogy eddig is tettünk, megállt fogunk parancsolni olyan környezetromboló beruházásoknak, amelyek nem a jövőnket és nem a budapestieket szolgálják. A főpolgármester Facebook oldalán reagált. Azt írta, világszerte több mint 1000 szervezet hirdetett klímavészhelyzetet. Ezek a döntések mintegy 800 millió embert érintenek. Karácsony Gergely büszke rá, hogy idézem, sok év semmittevés után Budapest is beállt a sorba. Bár Áder János azt mondta, hogy szerinte nincs jobboldali meg baloldali klímavészhelyzet, ugyanakkor a reakciókból nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak a pártok, mintha így értékelnék. Ti hogy látjátok, hogy nem kellene tényleg egy nemzeti minimumot elérni ebben a kérdésben? Mert legalábbis most úgy tűnik, hogy másképp értékelnek a jobb és baloldali pártok, illetve Áder János is. Abszolút úgy gondolom, hogy kellene egy nemzeti minimum ebben a kérdésben is, és ugyanúgy, mint Lázár Jánosnál, itt is egészen elképesztőnek tartom, hogy Áder János úgy tesz, mintha nem egy olyan kormánynak lenne a tagja, illetve köztársasági elnökként képviselni az országot, ahol a kormány gyakorlatilag azt hiszem, hogy 2012 vagy 3 óta folyamatosan csökken például a megújulóknak a részaránya. Megszüntették a környezetvédelmi minisztériumot, a zöld hatóságokat teljesen megnyírbálták, a jogköreiket beolvasztották a kormányhivatalokba. Szóval én nem értem, hogy miről beszél akár Áder János, akár Lázár János, mert ők ezt a kormányt, ezt a rendszert a Fidesz erősítik, és hát ez a rendszer valami keveset tesz például a környezetvédelemet. Csak ezek a nyilatkozatok olyan, mintha Áder János tulajdonképpen így a belpolitikába szólna bele, nem? Tehát ilyen, tulajdonképpen egy ilyen belpolitikai szerű nyilatkozat lett, és ami nagyon messze van attól, hogy ez nemzeti minimum legyen. Tehát inkább belpolitikai üzenete lehet ennek, nem? Hát akkor mondjuk azt, hogy Áder János retorikailag kiválóan foglalkozik a kérdésre, hogy azzal vádolta a főpolgármester urat, hogy ez csak egy retorikai fogás a klímavészhelyzet kihirdetése. Ezt már csak azért is mondom, hogy Áder János retorikában jó lehet, hiszen van neki egy alapítványa, a Kékbolygó klímavészhelyzet vagy klímaválság alapítvány, nem is tudom pontosan a nevét, de 250 millió forintot költött el az elmúlt időszakban kommunikációra. Tehát akkor retorikailag Áder János kifogástalan, de például feltenném neki azt a kérdést, hogy ha annyira fontos a klímavédelem az ő szempontjából, akkor miért is mondjuk Környezetvédelmi Minisztérium Magyarországon. Ugye a Fidesz ezt megszüntette, nem a klímavészhelyzet kihirdetése szerintem az érdekes, hanem az, hogy miért nincs egy ilyen minisztérium Magyarországon, vagy például azt a 250 millió forintot, amit kommunikációra elköltött Áder úr alapítványa, ebből a pénzből miért nem mondjuk korszerűsítéseket, az egyszerű melósoknak, a hétköznapi emberek lakásainak a korszerűsítését, energetikai modernizációját hajtják végre, ami egyébként egyszerre lenne klímavédelem, meg egyszerre lenne rezsicsökkentés, de úgy tűnik, hogy ez a kérdés nem érdekli a kormányzatot. Azért mondom a kormányzatot, mert ugye Orbán Viktor kedvenc strómanja, Mészáros Lőrinc például Natura 2000-es területen most bányászati tevékenységet fog folytatni, tehát nagyon messze vannak ők a környezetvédelemtől minden szempontból. Tehát János köztársasági elnökként ritkán szólal meg, de ahogy igaz rá a mondás, hogy ritkán
kritikán szól, de minek. Szóval ezért nem kell megszólni a köztársasági elnöknek. Ez olyan blödség, amit szinte évek óta nem hallottunk. Azt mondja a köztársasági elnök, hogy nem kell kihirdetni klímavészhelyzetet, miközben esténként az ATV híradójában is azt látjuk, hogy mi történik például az ausztrál bozott tüzekkel. De nem kell ilyen borzasztó messzire menni. Magyarországon a tavalyi évben nyáron már sokkal többen haltak meg hőgutától, mint bármelyik korábbi évben. A magyar egészségügyi ellátórendszerre a dologra nincsen felkészülve. Azt látjuk, hogy ezeket az intézményi problémákon túl, hogy nincsen környezetvédelmi minisztérium Magyarországon. Például az a helyzet, hogy a megújuló energiák terén Magyarország hátulról a második, a most még 28 tagú Európai Uniós országok közül úgy, hogy folyamatosan romlik a helyzet. Statisztikai trükkökkel próbálja elérni a kormány, hogy legalább úgy tűnjön, hogy van Magyarországon némi megújuló energia, helyette Paks van, illetve Mészáros Lőrincnek az erőművének a felvásárlása, a mátrai erőművé. Szóval, csak egyetlen egy mondatot még arról, hogy abba, talán igaza lenne, hogy nem, nincs jobboldali meg baloldali klímavészhelyzet, de a megítélésben van különbség. A baloldali liberális zöld oldalon sehol a világon nincs olyan, aki tagadná a klímaváltozást. De az általa képviselt szélső jobb oldalon, mert a Fidesz és Áder János ebbe a kategóriába tartozik, ott tele van a világ klímatagadókkal, akik azt mondják, hogy nem igaz ez az egész. Ez egy átverés, ez egy nagy nemzetközi összeesküvés, ami mögött mondjuk Soros van, vagy nem tudom kicsoda. Áder, aki saját magát környezetvédőnek tartja, az ilyen mondatával beáll a klímaváltozás tagadók sorába. Azt akartam csak én is ehhez kapcsolódni, hogy azért ez a belpolitikában talán nagyobb súlya van, vagy jelentősége egy-egy ilyen kijelentésnek. Dajs Tamás egyébként reagált Karácsony Gergelynek a nyilatkozatára. Azt mondta, hogy valaki szólhatna Karácsony újnak, hogy tavaly októberben megnyerte az önkormányzati választást Budapesten, már ő a főpolgármester, és nem egy tüntikéző ellenzéki politikai aktivista. Szóval erős szavak ezek, és azért céloztam erre a belpolitikára, mert ezek mintha megint csak belpolitikának szóló üzenetek lennének. Ti jöttök, én egyszer megfogadtam talán pont az ATV-ben, hogy nem reagálok arra, amit Dajs Tamás ír vagy mond. Én azt gondolom, hogy azért október 13-a óta még nem, nyilvánvalóan nem telt el annyi idő, hogy nagyon komoly, kézzelfogható lépéseket lehetett volna tenni azért, hogy például javuljon a levegő minősége, vagy hogy többen tudjanak kerékpárt használni, vagy hogy ne legyenek olyan elképesztő dugók a fővárosban, vagy hogy több szigetelt lakás legyen országszerte, és nyilván, amíg ez a helyzet, addig a kormány azt fogja mondani, hogy ó, hát ezek csak retorikai fogások. Csak az a helyzet, hogy a Fidesz a kormányzása kezdetén meg azt mondta, hogy a klíma, meg még nagyon sokáig azt mondta, hogy ez az egész klímaválság, ez egy hatalmas nagy humbuk, amit a, nem tudom, liberális nyugat talált ki, aminek vesznie kellene, és amit Soros György irányít. Szóval én azt gondolom, hogy egyrészt az ellenzéknek ez egy nagyon fontos kiúrási lehetőség, tehát az önkormányzatokban a fenntarthatóság kérdése az egy olyan ügy, amivel, hogyha foglalkozunk, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudjuk 2022-ben legyőzni a Fideszt, ami egyébként, szóval amellett, hogy összefogás kell, meg közös minden kell, amellett én azt gondolom, hogy ez egy olyan kiugrási pont, amit a választók honorálni fognak. Említetted, hogy szükség lenne a nemzeti minimumra ebben a kérdésben. Hogyan lehetne ezt elkezdeni, megvalósítani ezt a fajta nemzeti minimumot akkor ebben ilyen helyzetben? Hát olyan célokat kellene kijelölni például a megújulók részaránya terén, amelyek valóban ambiciózus célok, és amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország is egy a klímát védő, a környezetét védő, tisztelő országgá váljon. Érdekli ez az embereket, vajon? Én azt látom a 11. kerületben mindenképpen, de amikor különböző városokban, kisvárosokban fórumoztunk, akkor is azt látom, hogy egyre inkább érdekli az embereket, főleg például az időseket elképesztően megviseli érthető módon az a hőmérséklet ingadozás, ami hát mindenhol érezhető már az országban. Úgyhogy, és abból, hogy a Fidesz elkezdett ezzel a problémával mégis foglalkozni, abból is arra a következtetésre jutok, hogy az embereket érdekli ez a kérdés. 2019 az áttörés éve ebben egyébként. Korábban a közönkutatások szerint kevésbé érdekelt ez az embereket, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában. És a legfrissebb Euróbarométer felmérés szerint torony magasan ez van a legizgalmasabb kérdések között, de ami engem sokkal jobban érdekel, hogy a magyar választópolgárok is ezt már előbbre sorolták a megoldandó probléma között, mint az egyébként nem létező menekült válság. Tovább kell, hogy lépjünk, mert hogy legalább egy olyan fontos kérdéssel folytatjuk, ami az időseket érinti, mert alapnyugdíj bevezetését tervezi a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Ezzel folytatjuk.
Vasárnap délben is sok nyugdíjas vásárolt a piacon. Januártól átlagosan 4500 forinttal emelkedtek a nyugdíjak. A kormány az idei költségvetésben 2,8%-os inflációval számolt, ezért 2020-ban ennyivel magasabb ellátást kapnak az idősek. Azt vállaltuk 2010-ben, hogy stabillá tesszük a nyugdíjakat, nem fog újra csökkenni a nyugdíjaknak az összege, mint az 2010 előtt történt, hanem megőrizzük az értékét, és minden évben az inflációval megegyező mértékben tartani is fogja a nyugdíj az értékét. Ezt a vállását nem csak meg tudta tartani a kormányzat, hanem túl is tudta teljesíteni, hiszen a nyugdíjak értéke, vásárolértéke növekedni tudott, most már több mint 10%-kal. A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint azonban ez nem elég, mert idős emberek százezreinek havonta dönteniük kell. A nyugdíjukból rezsit fizetnek, élelmiszert vásárolnak, vagy kiváltják a gyógyszereket. A Szakszervezeti Szövetség változtatna a jelenlegi rendszerem. Lenne egy alapnyugdíj, ami gyakorlatilag annak az összege megegyezne a nyugdíjas fogyasztói kosár értékével, tehát köznapi nyelven a nyugdíjas létminimummal, és erre jönne rá a szolgálati idővel megszerezhető, illetve a járulékbefizetés utáni nyugdíj, és ebből a két részből állna a nyugdíjasnak a nyugdíja, amikután elhagyta a munkaerőpiacot. Ezzel a témával kapcsolatban voltunk kíváncsiak az önök véleményére, hogy mennyire értenek ezzel egyet. Ezt kérdeztük ma önöktől, mutatjuk már is a mai nap kérdését. Egyetérte a Magyar Szakszervezeti Szövetség követelésével, hogy a ledolgozott évek után járó nyugdíjon kívül még járjon alapnyugdíj is. 83% egyetért ezzel, és 17% nem. Mit gondoltok, hogy mennyire van annak reális esélye, hogy esetleg egy ilyen típusú alapnyugdíj bevezetése kerül? Mert ugye nagyon megnövelni ez a mostanihoz képest az értékét. Tehát nagyon magas, nagyon nagy emelésre lenne szükség. Az a probléma, hogy a kormány, nevezetesen Rétvári államtitkár úr a problémát is tagadja. Ugye a KSH szerint évről évre nő a szegénységben élő nyugdíjasoknak a száma, most már közelíti a 300 ezret ez a tábor sajnos. Én feltettem egy kérdést államtitkár úrnak, hogy mégis hogyan kívánja a problémát kezelni a kormány, és azt a választ kaptam, hogy hát ez csak egy optikai csalódás, mert azért tűnik úgy, hogy szegényebbek a nyugdíjasok, mert egyre magasabbak a bérek, tehát a melósok egyre jobban keresnek. Hát szerintem sokat tudnának erről mesélni a munkavállalók, hogy mennyivel keresnek többet, de az tény, hogy a nyugdíj ugye 2,8%-kal emelkedik, úgy, hogy egyébként a kormány nagyon jól tudja, hogy az infláció még 3,5%-os lesz, legalábbis az MNB prognózisa szerint, tehát kevesebbet fognak érni a nyugdíjak, és hát nem beszéltünk még az áremelkedésről. Tehát miközben a nyugdíj 2,8%-kal nő, mondjuk a Párizsinak az ára az elmúlt években, vagy az elmúlt egy évben 14%-kal emelkedett, a vöröshagyma 17%-kal, tehát az árak brutálisan nőnek. És még egy nagyon fontos adat, az 1956-ban született honfitársaink 74,5 éves korban mehetnek nyugdíjba. A férfiak tervezett átlag életkora ebben a korosztályban 63 év. Ez mindent elmond a kormány nyugdíjpolitikájáról, tehát lényegében halálra dolgoztatják a magyarokat és megspórolják a nyugdíjukat. Szerintem egyébként ebből a problémából is látszik az, hogy az a feltevés, hogy hát a Fidesz az legalább tud kormányozni, az egy teljesen fals elképzelés, mert az olyan nagy ellátórendszerek, mint a nyugdíj, mint a társadalombiztosítás, szerintem ki lehet jelenteni, hogy egyszerűen nem működnek. Hogyha 2008 óta nem emelkedett a nyugdíj minimumnak az összege 28.500 forintról, ami egyébként nem csak a nyugdíjról szól, hanem a szociális ellátáson belül is sok támogatás ehhez van kötve, akkor ki lehet jelenteni, hogy ez a Fidesz nem tud jól kormányozni. Már látom, hogy már látom, hogy Csaba meg akar szólalni, de át is adom a szót. De megvárlak szívesen. Nem, visszaadom a szót. Na, valaki akkor Csaba forog. Nagyon kedves, csak arra szerettem volna reagálni, hogy az eredeti kérés volt, hogy meg lehet ezt a dolgot csinálni. 2014-es választási programunkban, a DK választási programjában szerepelt először ez, amit most a Szakszervezetek Országos Szövetsége is mond, hogy legyen egy alapnyugdíj, és ehhez képest legyen egy kiegészítő nyugdíj, és az alapnyugdíj az mindenkinek ugyanannyi, a kiegészítő pedig a szolgálati időtől és a járulékfizetéstől függ. Mi akkor ezt kiszámoltuk. Ez nem jelent nagyon-nagyon nagy jelentős többletterhet a magyar nyugdíjrendszernek. Mikor mi ezt javasoltuk 2013 év végén, akkor nagyon pontos számításokat tettünk le mellé. A probléma csak az, hogy azon túl, hogy ez egy jó dolog, és egyetértünk vele, most már ez kevés. Az elmúlt 5 évben oly mértékben szegényedtek el a nyugdíjasok, ahogy nagyon helyesen mondtad, hogy ezzel most már nem lehetne fenntartani a nyugdíjaknak
a megélhetéshez való biztosítás. Hát ugye azt szoktam mondani a kormány, hogy ők biztosítják a nyugdíjak értékállóságát. Valójában ők a nyugdíjak értéktelenségének az állandóságát biztosítják. Ezekből a nyugdíjak ugyanis nem lehet megélni. Ha inflációval emelnek, akkor azzal azt érik el, hogy az egyszer megszerzett nyugdíj az életed végéig ugyanazt a életszínvonalat, vagy annak a hiányát fogja majd jelenteni. Ezért mondjuk azt, hogy inkább vissza kéne hozni a 2009 előtti rendszert, amikor a nyugdíjat nem pusztán az nyugdíjemelés nem pusztán az inflációhoz, hanem a bérnövekedéshez is kötöttük. Ugye ez ott az úgynevezett svájci indexálás, akkor most nem 2,8%-os, hanem 11%-os nyugdíjemelés lenne Magyarországon, ami egy óriási különbség. És van egy harmadik elem, hogy be kéne vezetni az európai minimál nyugdíjat, az már tudna segíteni. Félmondatság. Nagyon fontos lenne, hogy ne legyen a politika játékszere a nyugdíj, tehát alakítsunk ki olyan automatikus számolási mechanizmusokat, amik lehetővé teszik azt, hogy ne az adott kormány meg adott pártnak a aktuális kedvétől függ az, hogy nyugdíjasok meg tudják fizetni a gyógyszereiket például. Akkor ez a végszó mára. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak önöknek. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap a szokásos időben lesz napi. Szép estét!